Hölgyeim és uraim, a májunknak körbe 1000 féle feladata van. Többek közt termeli a híg máj epét, ami körülbelül 1 liter, és az besűrösödik 1 deciliterre, 1/10-ére. Ennek kell a zsíremésztéssel, a belegben levő összes méreganyagnak a közömbösítésével, a gyulladás csökkentéssel és egyéb más feladatokkal is foglalkoznia. Főorvos úr, de hát legtöbbünknek rossz a máj működése, rossz az epe működése, nem beszélve azokról, akiknek már nincs epehólyagjuk. Mit csináljunk? Hát a májnak a szervezetünkben nagyon fontos szerepéről mindig tudtunk, az egyetemen is beszéltük, tudtuk, hogy ez a szervezetünk nagy laboratóriuma. Tehát itt méregteleníti a mérgező anyagokat, a máj, amik bekerülnek a vérbe, és hát és több vitaminon és más biológiai aktív anyagon kívül a koleszterint is szintetizálja, és szintetizálja az epesavakat. Na most a koleszterin az mindenkinek az jut eszébe, hogy hoppá, a koleszterin az nagyon, nagyon veszélyes és káros. Pont fordítva van. Hát koleszterin nélkül nincs élet. Minden sejtmembrán koleszterinből áll, minden, tehát a legtöbb hormon az koleszterin. Hát a szteránvázas hormonok azok persze, ugyanúgy, mint az epe. Hát két szteránvázas vegyület létezik az emberi szervezetben, ez az epesav és a hormonok. Így van. Ezen kívül ugye hát a máj szerepe, az epes szerepe a koleszterin tulajdonképpen feloldásában, mert a koleszterin ez egy nagyon nehezen oldódó anyag, különösen hát vízben, folyadékban egyáltalán nem oldódik. Na most az epe képes a koleszterin molekulákat úgy körbevenni, ilyen micellákba zárni, hogy ezek rögtön oldódó lesz, állapotba kerülnek, és ilyen állapotban már képes felhasználni a szervezet is a koleszterint. Sőt, hát ugye annyira fontos anyag, hogy a szervezetben nincs egyetlen egy enzim, nincs koleszterinbontó enzim, ami lebontaná a koleszterint. Ezért, hogyha romlik a májfunkciónk, romlik az epefunkciónk, romlik az emésztésünk, általában ez egy bizonyos kor után szinte hát statisztikailag törvényszerű, akkor elkezd emelkedni a koleszterin szintünk, és hát akkor ahelyett, hogy a máj funkcióját, az epe működését javítanánk, mi elkezdünk ugye koleszterin csökkentőket adni, holott a szervezet az epével tudja a koleszterin fölösleges koleszterin, tehát azt a töbletet. Az LDL koleszterint és az arányt beállítani. Az arány LDL beállít, osztva HDL, 2-3 aránylik az így egyhez. Így van, tehát az egészséges így arányt van szabályozni, és az epével tudja a fölösleges koleszterint ki eltávolítani a szervezetből, ami hát ugye a bélsárral kell, hogy távozzon.